A településünkön működő lovasiskola diákjai műsorral és koszorúzással készültek a nemzeti ünnepre. Ám a korlátozások ezt az intézményt is érintették, így a diákok a himnusz eléneklésével emlékeztek a forradalom és szabadságharc hőseire. 1848. március 15-én szakadó esőben indult el a forradalom, és ez nem annyira zavarta a forradalmárokat, viszont most ugye egy olyan helyzet van, egy koronavírus által okozott helyzet, ami miatt nem nagyon szeretnélek kitenni benneteket annak, hogy kimenjünk. Beltéri ünnepséget igazából nem szabadna tartani 100 fő fölött, de lehet, hogy nem is vagyunk 100-an. Viszont azért azt gondolom, hogy annyi tisztességet meg kell tennünk 1848-49 szabadságharc és forradalom áldozatai előtt, meg akik jobbítani szerették volna a magyarságnak a helyzetét, hogy legalább a himnuszt elénekeljük, ha már az egész műsort nem is tudjuk előadni. Vagy előtt tudjátok adni, Feri bácsi? Itt helyben? Túl sok. Jó, tehát arra kérek mindenkit, hogy akkor álljunk föl, a himnuszt elénekeljük, és ezzel adózunk az áldozatoknak, illetve a forradalmároknak. A rakját vegye le!